Csapó 1, indul a műsor. És hogy mi ez a műsor, arról szeretnénk elsősorban beszélni egy kicsit. Azon gondolkodtunk, hogy mi lehet az igazi jó nyári fesztiváli műsor, ami egyszerre fesztivál, zenélés, örömzene és újongás és parti, és egyszerre egy versnek a megfejtése is egyben. És arra jutottunk, hogy ki fogunk választani egy verset, és azt megzenésítjük hárman, háromféleképpen, és élőben itt előttetek fogjuk egymásnak megmutatni, hogy mit sikerült ebből kihozni külön-külön. És mindehhez kértük a közönség segítségét, mert nem akármilyen verset zenésítettünk meg, hanem egy olyan verset, amit a közönség ajánlott. Be lehetett küldeni nekünk kedvenc verseket, amiket szívesen meghallgattatok volna. Beérkezett 30 szebbnél szebb, csodálatosabbnál csodálatosabb vers, és ezek közül aztán egy szavazás keretében, ahol Fejfej mellett haladt József Attila, Csokonai Vitéz Mihály a reménnyel, József Attila, melyik versével pontosan? A kopogtatás nélküllel, igen, Nagy László kiviszi át a szerelmet versével, és Radnóti Miklós, Tétova óda, de végül a célegyenesben egy szavazattal többel, mint Radnóti Miklós Tétova ódája, beérkezett Tóth Árpád Körúti hajnal című verse. Hú! De tényleg az utolsó pillanatban. Tehát az lent volt valahol 10 szavazattal, és egyszer csak valami rajongó tábor rászabadult Tóth Árpádra. Összesen 180-an szavaztatok egyébként. Utólag is nagyon köszönjük, mert nagyon izgalmas volt figyelni végig, hogy alakul a szavazás. Ákos, te hogyan reagáltál, amikor megtudtad? Én gyorsan leszaladtam a boltba, és vettem rakétát, és csináltam tűzijátékot. Nem voltam éppen Magyarországon. Nagyon érdekes kalandban vettem részt. Hajós kapitánnyá váltam a tengeren, és éppen amikor hazajöttem egy ilyen átmelózott tengeri nap után, akkor értesültem Tóth Árpádról, aki nekem egyébként az egyik nagy kedvencem. Úgyhogy hát én ezt tényleg nagy örömmel fogadtam, és egy ilyen csendes, lappangó rettegés kezdett úrrá lenni rajtam, hogy jó, de akkor most ezt valahogy abszolválni kéne, ezt a feladatot. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de annyira kíváncsi vagyok, egyáltalán nem hallottuk egymást, semmit nem tudunk egymás munkájáról, úgyhogy hát ez most nekünk is egy nagyon izgalmas dolog, de hát akkor jó az élet, hogyha veszélyes. Itt tehát három ős bemutatót fogtok majd hallani. Alapvetően én mondtam az Áronnak, hogy én baromira örülnék a Velszibárdoknak is, mert én imádom a balladákat, és nagyon gondoltam arra, hogy valamilyen jó ősi viking vagy sámanisztikus témára hosszan másfél órába előadnánk, de aztán az nyilván háromszor egymás után az hallgathatatlan kategória lett volna. Úgyhogy alapvetően örültem a Tóth Árpádnak, egyrészt, mert maga a versnek van egy eszméletlen jó dallama, már hogyha csak elmondod, akkor is. És másrészt azért, mert én szurkoltam annak, hogy egy olyan vers legyen, amit háromnegyedbe lehet előadni, mert nekem az a kedve. Tehát én arra vágytam, hogyha már egyszer a harmonikámat használnom kell, ahhoz a háromnegyed az, tehát a keringő ritmus illik a legjobban. Úgyhogy erre kértem, hát az Ábelt, ő az öcsém, aki mellettem ül Ábel, hogy ebben segítsen nekem. Hogy ő a gitár tudásával és a tehetségével egy picit feldobja az én kezdetleges harmonika tudásomat. Ábel, te mit éreztél, amikor bevontalak ebbe a challenge-be? Én amikor meghallottam ezt, hogy ezt a verset kell hát megzenésítenem, akkor egy nagy, nagy feladat hárult elém, mert Ákost és Áront is hallottam már zenélni, és igen, fel akartam érni, de aztán elengedtem, és azt mondtam, hogy összejövünk Andrissal egy napra, egy teljes napra, tehát hogy reggeltől estig együtt is alszunk egy ágyban, és kitaláljuk a verset, hogy hogyan legyen, és nem izgultam rá egyáltalán ezek után, és meg is csináltuk, és azt hiszem egész nehezen indul, de aztán meg nagyon jó jött. Hát majd meglátjátok, hogy milyen lett a minőség, az biztos, hogy nagyon olyan lesz, mint mi vagyunk. Halljuk akkor Tóth Árpád Körúti hajnal című versét. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vad kővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja.
minden üvegre 100 napocska hult, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millióm karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szitta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek vígpacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínyén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett. Indult a józan robot, és már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkáslány kezére. Szóval ez a vers érkezett be hozzánk. Körülbelül ezt a csöndet, hogyha be kell számolnom arról, hogy mit éreztem, körülbelül ez a csönd volt az én elmémbe, szívembe, amikor elolvastam, és hát elképesztő mennyiségű gondolat tolult belém. De most a következő lépcsőfok az lesz, hogy eldöntjük, hogy milyen sorrendben fogjuk előadni ezeket az ősbemutatókat, de ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem ti. Most legyen egy olyan, hogy mindenki mondhat egy mondatot, amivel kampányol azért, hogy rászavazzanak, hogy ő kezdje. A mi verziónk, amit mi írtunk az Ábellal és tettünk össze, az gyökeresen különbözik attól a hangulatú felolvasástól, amit az Áron csinált most. Nem véletlen, én azt gondolom, hogy ezt a verset teljesen joggal így szokták értelmezni. Viszont azt gondolom, hogyha valaki megtapasztalta már a körúti hajnalt, az nem romantikusan és kedvesen felkelt reggel 6-kor, hanem inkább reggel 6-kor ment haza, és mi ezt az állapotot próbáltuk megragadni, hogy milyen lehet az a delírium, amikor az ember ráeszmél a tűző napra és a rohanó emberekre és a gyár szirénára. Ákos. Tudjátok-e, mi a különbség a Ford és a Trabant között? Hát, hogy a Trabant az tud fordulni. A Ford az nem tud trabantulni. Bármit is jelentsen ez. Oké, az én egy mondatom. Fú, én nagyon-nagyon elkezdtem nyelvileg belemenni a versbe, és szerintem kicsit túlbonyolítottam. De végső soron kijött egy olyan zene belőle, ami a nyelv zenéje számomra. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy átmegye most az ős bemutatón. Tényleg nem hallotta még senki egybe. Hát akkor most hallottatok egy kis kampányt. Hát akkor eldőlt Ákos, bejött. Lehet egyébként a késletetett dramaturgia jött be, hogy nem tudtunk meg róla, és már kíváncsiak vagyunk, hogy milyen, mert azt én magát el tudjuk már képzelni ez alapján. Kölcsön adod a kotta állványodat. Nos, én megpróbáltam az érzékeimre hagyatkozni, ahogy azt Yoda mestertől tanultam. Egyébként szeretnék hozzáhasonlítani, ezért növeztem a füleimet, mondjuk. Különben lehet, hogy sikerülni fog egy idő után, az orrom is kezd most már megnyúlni. Most belementem egy ilyen saját ilyen body shamingbe, ami természetesen nem egy jó irány, de ezzel próbálom leplezni a zavaromat. Én azt csináltam, hogy én ismertem ezt a verset, de nem akartam értelmezni. Hanem szinte anélkül, hogy elolvastam volna, elkezdtem valamit játszani, úgy, mint amikor az ember úgy néz egy szövegre, nem a betűket néztem, hanem valami egységet, egy ilyen masszát, olyan, mint hogyha rábandzsítanál egy szövegre is, és úgy bizonyos dolgok kijöttek, tehát próbáltam hagyni, hogy hasson rám a szöveg, és megpróbáltam nem aggyal kiagyalni, hanem csak úgy hagyni, hogy vigyen a flow. Tehát voltak mindenféle ötleteim, lehetett volna bonyolítani, úgy éreztem, hogy nincs rá szükség. Volt nekem egy zenekarom régen, azt hittem a neve.
Még vannak terveink. Viszont ott van egy ilyen furcsa stílus, ami kvázi abból fakad, hogy én egyáltalán nem tudok zenélni. Nagyon sok minden hangszert megszólaltatok valahogy, remélhetőleg úgy, hogy talán ti sem fogtok elszaladni, de igazából soha nem tanultam semmilyen zenét, tehát én ilyen ösztönből közelítek, és tulajdonképpen kottát olvasni se tudok, tehát, és ez azt hittem, és stílus talán, amit a zenekar képviselt, az talán ebben is majd így fellelhető ebben a feldolgozásban. Na jó, nem húzom az időt, de ha elrontom, újra kezdem. Légy, ne haragudjatok. Szerte szétgurult a végtelen fény millió karátja. Bűvölten állt az utca, egy sovány akác részeg eszíta be a drága napfényt. És zöld kontyában tétován rezdült meg a csüggeteg és halvány tavaszi kincse. Egy-két fűrt virága, a fénynek földi hang még nem felelt, csak a szívek így pacsirtá izente. Egy kirakadva, lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon, a harangok is felnevettek, búzsgyás sziréna búgott. Majd kapott, sinnyi villamos, jaj, dúlt ki a télre, nappal lett, indult a józan, robocs már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkás lány kezére. Sziréna búgott, majd kapott, sinnyén villamos, jaj, dújt ki a térre, reggel van, indult a józan, robocs már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkás lány kezére. Köszönöm szépen! Áron, neked is köszönöm szépen a segítséget. Úristen, soha senki nem hallotta még ezt a dalt. Never, ever, nobody. Ezzel nyomatékosítottam, nem, mint hogyha nem Magyarországon lenne. Kiválasztottak vagytok. Igen. Gyertek velem! Egyből felszabadultabb lettem. Futhatok egy kört? Azt beszéltük, hogy itt kérdezősködni fogunk, és közben én is elkezdtem rettegni, hogy meg fog telni a fejem dallamokkal. Mi volt a vezérelv az ösztönös zenésítés mellett, amit felfedeztél? A vége tetszett nekem nagyon.
és a nap sugarának a helyébe képzeltem magam, amint éppen csókot nyomok egy munkás lány kezére. Szeretem a különböző lány kezeket csókolgatni. És ez az igazság, hogy talán ott volt egy ilyen, ott született meg egy ilyen dallam hullám, amit elkezdtem körbe-körbe játszani, és abból alakult ki valahogy az egész. Tehát először akkor az utolsó verszakot zenésítetted meg? Nem. Hanem elkezdtem úgy csinálni, mint hogyha most elkezdenék halandzsázni, hogy mondjuk mit én, fa, sátor, nyalóka, elmentem én a boltba, ott jött az erdő, és nyomok valamit körbe-körbe, és ezt dallammal is meg lehet csinálni, és egyszer csak elkezd kialakulni belőle valami visszatérő motívum. És akkor azt csináltam, hogy olvastam a verset, elkezdtem dúdolni, és hogyha valamit elkaptam, akkor azt ott megtartottam. Tehát, hogyha tetszett egy dallamív, és az első ilyen dallamív az a végén volt. És elkezdtem, mint egy mantrát. Tehát én próbáltam ezt így körbe-körbe mantrázni, de mondom úgy, mint hogyha csak rábandzsítanék a szövegre. Tehát nem akartam értelmezni, hanem mondani, érezni a ritmusát, és ezzel a mantrázással valahogy egy belső hangot meghallani, és nem pedig valamit ki rá okoskodni, vagy rá erőltetni. Szóval nálam ez így volt, és van benne egy furcsa, egyébként ilyen ritmikai zavar, hogy 5 soros, tehát egyszerűbb lenne rá zenét írni, hogyha 4 soros lenne egy verszak, de így páratlan sorok vannak. Na ez egy kicsit fejtörést okozott nekem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de pont ez volt az érdekes, hogy azért mégsem lehetett csak így, mint egy kavicsot így rugdalni, hogy hagy menjen, hagy guruljon, vagy mint egy kis hógolyót, hogy aztán majd felnövekszik egy nagy lavinává, hanem kellett bele néha azért. Tehát, hogyha elindítottam a hógolyót, az gurult, az átváltozott egy narancsá, amiben muszáj volt aggyal betűzködnöm a szegfűszegeket, hogy jó legyen, és jó illatot árasszon, meg jó hangulata legyen, mert különben nem működött volna, mert hogy páratlan. Páratlan. Ráadásul a rímpárok is nagyon furán vannak benne összerakva, és tulajdonképpen nekem rögtön ez jutott eszembe, hogyha ezt hozzáfűzhetek valamit, hogy a Lovasi András szokta ezt csinálni, hogy úgy érnek véget a vers sorok, hogy tulajdonképpen a gondolat nem ér véget, tehát akkor most már tudjuk, hogy ezt honnan lopta, mert nyilván nem ő találta ki. Itt ebben a versben különösen sokszor van ez, tehát el kell döntened, hogy na, akkor most arra mész, hogy a zenei ritmus jön, vagy arra mész, hogy az értelmet próbálod egybe tartani. Neked nem volt egy ilyen érzésed? De az az igazság, hogy én tulajdonképpen elég korán, ifjonti koromban lobogó hajjal, body shaming number 2, akkor így mászkáltam az utcán, és én hasonló dalszövegeket írtam. Hogy így, például volt egy ilyen mondatom, amit még szintén soha senkinek nem mondtam el, de ha már itt a Pál utcai fiúkból vannak érintettek a környéken, akkor elmondom, egyszer írtam gyermekkoromban egy mondatot, hogy nem ecsek könyv engem megsirattatott tud. Ez egy mondat, de ebben van 3 is, hogy nem ecsek könyve engem megsirattatott tud, de az is benne van, hogy nem ez a csekk könyv, tehát nem a lóvé érdekel, nem egy csekk könyv sirattatott meg, tud. Tehát, hogy nekem vannak ezek az ilyen, hogy mondjam, ilyen fajta agyi, van is egy olyan versem, ami úgy kezdődik, hogy örvényes csillagspirál ösvény tekeri agyvelőm magasra, fekete záporba hullok én is az útra a havasra. Tehát itt is fekete záporban, fekete záporba hullok, tehát hogy mondjam, szóval ezeket én így nem áll tőlem távol. Ja, és ott van egy sortörés, hogy zá. Igen. Azon gondolkodtál, hogy csinálsz hozzá egy refrént, ami ugye gyakran adja magát versírásnál, hogy legyen valami dúdolható, visszaismételhető. Igazából szerintem ez az utolsónak a megismétlése volt ilyen, igen, hogy egy gyorsabb ritmusban. De hogy gondolkodtál rajta, hogy esetleg valamelyik rész annyira tetszett neked, hogy ezt kiemeld, és akkor refrént csinálj belőle? Igen, gondolkodtam, de nem. Úgy döntöttem, hogy nem. Hanem csak így a végén betolom ezt így még egyszer, mert az úgy annyira bejött nekem. De nem szerettem volna. Nem, mert elég, szerintem elég poppos, amit írtam, de hát ez abból fakad, hogy én ilyet tudok. Tehát tulajdonképpen én ilyet tudok. Szóval hiába kérnétek más miatt, én nem tudok más miatt. És ezért aztán úgy gondoltam, hogy nem akarom teljesen így lepopposítani az egészet. Azzal, hogy még ilyen refréneket beletűzdelek. Andris. Te, igen? Te jössz? Én jövök? Hát a szavazatok alapján
te jössz. Jó, akkor mi jövünk, jó. Várjál, hogy csinálja. A zenekarunk neve Tóték. Ja, Tóték, igen. És egyébként Örkény talált ki minket, valójában mi nem is létezünk. Igen. Még csigáznám egy kicsit az idegeket. Tudjuk-e, hogy kik azok a vicék? Házmester, de nem akármilyen házmester, mert ugye van a házmester és van a viceházmester. Vice versa. Visszafele házmester. Egyébként helyettes házmester. Tehát az, aki nem a góré, hanem aki a piszkos munkát végzi, és hajnalba kel fel, és mogorva emiatt. És tudjuk-e, hogy mi az a zsarát? Valaki még szokott zsarátolni? Nem, ezt nem szoktunk ilyet csinálni. De egyébként van, aki tudja, hogy mi az a zsarát? Hogy? Igen, parázs, de jó. Parazsat jelent a zsarát. Én nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért nem parazsat írt a Tóth Árpád, aztán rájöttem, hogy iszonyatosan hülyén hangzik, hogy a keleti ég váratlan parázsa. Parázsia. Parázsia. Ezért lett a keleti ég váratlan zsarátja. A hajnal szennyes szürke mély, üveges szemmel aludtak a boltók, s lomhán söpörtek a vadkővidék, felvert porában az álmos vicék, felvert porában az álmos vicék. Mint lassú zsinek, rossz kedvű egyszerre két tűzfal között kigyújt a keleti ég váratlan zsarátja, zsarátja. Minden üvegre száz napocska hult, s az aszfalt szennyén szerte szétborult a végtelen fény. Be a drága napfény, meg zöllomjában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány, tavaszi kincse egy-két fürt virága, tavaszi kincse egy-két fürt virága. A fénynek tölti, ha már nem felelt, csak a színek még facsirtái szentett. Kirakadva nila tarra kelt egy nyakkendő, nyakkendő. Is.
Felmerengtek. Tompa telt hangon a harangok is. Felmerengtek, felmerengtek, felmerengtek. Egy munkás lány kezére. Aranycsókot egy munkás lány kezére. Táj, tarararáj. Aranycsókot egy munkás lány kezére. Táj, tarararáj. Táj, táj, tarararáj. Aranycsókot egy munkás lány kezére. Hát én azt hittem, tudom nézni a szöveget, de nem tudtam, úgyhogy... De szerintem elénekeltük, igen. Jaj. De ugye nem vagyok zenész, tehát nekem zenélni színpadon az iszonyatosan nagy izgalom. Tehát úgy leizzadtam, mintha most futottam volna 10 kört délben. Hát ez elképesztő. Azért benne volt a Velszibárdok is szerintem. Belecsempésztétek. Egy kis kelta motívum is volt benne. Abban lehet, hogy egy ír koncertről, egy ír kocsma zenekoncertről érkezel haza éppen. Figyelj, ez volt a terv. Tehát, hogy az egész dalt úgy akartam megcsinálni a magam képességeivel, hogy azért ez a Tóth Árpád, ez egy becsapós figura szerintem. Tehát, hogy írja ezeket a csodálatosnál csodálatosabb, romantikus és látszólag könnyen érthető verseket, nincs kétségem afelől, hogy ő ugyanúgy hajnal 6-ig ivott, mint ahogy a Kosztolányék és az Adék, csak ő ezt nem verte nagy dobra, csak ilyen romantikus versekben, mint például ez. Tehát nekem a fixa ideám az, hogy ez a vers ez úgy született, hogy iszonyatosan készen mászott hazafelé valahova a hotelszobájába, vagy a felesége mellé, és akkor leírta, amit látott. Ami, hogyha így fogjuk fel, mint ahogy most ezt így játszottuk is, tehát, hogy ezeket a gyönyörű romantikus sorokat egy picit áttesszük egy ilyen hamiskás, ahogy énekel az ember reggel, amikor megy haza, akkor egészen más értelmet nyer a vers. Akkor hirtelen a napfény, meg a hazajok, meg a lila dalra kelt egy nyakkendő, és az elkezdett énekelni, azt is bele akartuk rakni, tehát nyilván egy picit színész részről közelítettük meg a dolgot, hogy minden, ami benne van, azt játszunk is el. Akkor hirtelen a fények azok zavaróak lesznek, a zajok nagyon hangosak lesznek, és a nyakkendők azok tényleg félelmetes, delíriumos táncot járnak a kirakatban, és azt hiszem, hogy ezzel a dallal sikerült ezt a feelinget valahogy legalábbis magunknak megteremtenünk. Ez nagyon érződött. Ez nekem nagyon átjött, és rögtön arra gondoltam, hogy hát mi osztálytársak voltunk Andrissal a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ahol hát nem egyszer fordult elő, hogy a körúton baktattunk így hazafelé a Vas utca felé, és ezt nem, lehet, hogy nem mindenki tudja, aki már járt Budapesten, de mi nagyon, hogy a Rákóczi út az kelet-nyugat tájolású. És majd erre a kelet-nyugatra még visszatérünk. De hogy azért érdekes ez, hogy kelet-nyugat tájolású, mert amikor mész haza hajnalban egy átmulatott éjszaka után a Koleszba, a Vas utca 2 percébe, akkor bizony átsöpör rajtad a felkelő nap fénye. Igen, tehát hogy ez dúdolott. Tehát azt a feelinget próbáltam elképzelni, amikor tényleg mentek haza a hajnalban, és akkor próbálod valahogy, hogy is van az, ami a felkelő napról szól, az a szám. Hát most már van egy másik szám, úgyhogy ha ezt fel tudjuk játszani stúdió minőségbe, akkor ez lesz a következő House of the Rising Sun, én ebben reménykedek, nem. Még egy dolgot akartam mondani, hogy esetleg arról, hogy hogyan írtunk zenét. Az Ákos, amit mondott, az nekem
nagyon izgalmas volt. Hogy kitalál dallamokat, játsza, és akkor elviszi az... És nekem az tudott lenni, hogy rengeteg zenét meghallgattam, és beszívecskéztem Spotify-on, és nem tudom micsoda, és akkor az Ábelnak küldtem, hogy valami ilyesmire gondolok. Erre az Ábel megjelent, hogy hát ez túl poppos, nem gondolod? De hát ez a dal egy kicsit olyan poppos, vagy hogy volt ez pontosan? Amikor először meghallottam a verset, rákerestem YouTube-on, hogy van-e feldolgozás, és volt a Kávészünet zenekar. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e azt, mert szerintem nagyon, nagyon popos, és én ezt nem annyira szeretem, és megtettem mindent, hogy ne ilyen legyen ez a dal. És amikor Andrishoz odaértem, akkor minden ilyen alternatív francia chanson háromnegyedes akkordmenetet kipróbáltunk, hogy mi lenne jó. Kitaláltuk, hogy mi lesz, és aztán 10 perccel később kitaláltunk egy teljesen újat. És aztán sikerült azt a 4 akkordot beleraknunk, ami az összes lágerba benne van. Tehát végül az elengedtük ezt a dolgot, és azt mondtuk, igen, hogy jó, akkor majd megoldjuk hanggal és zenével. Hogy... Milyen arányban, vagy hogy oszlott meg ez a feldolgozási ráta? Tehát, hogy ki mennyire vette ebben részt, hogy az az együtt töltött csodálatos nász éjszaka, amit abban az egy ágyba töltöttetek, hogy az tulajdonképpen mit hozott? Tehát egy arányaiban, mert ugye van egy ének dallam, van egy harmonika szólam, van egy gitár szólam, viszont az is nagyon érdekes, hogy ő teljesen más ritmikában használja a szöveget, mint ahogy például én. Nálad voltak ismétlések, nálatok van ez a refrén dolog. Most megint csak 8 kérdést tettem föl, egyet kiválasztottam. Viszonylag röviden amúgy lehet erre válaszolni szerintem, hogy hogyan írtuk a zenét. Az én fejemben a versről volt egy szerkezet, hogy én ezt zeneileg hogyan tudom elképzelni. Engem az 5 sor, hogy páratlan sor nem ijesztett meg, mert arra gondoltam, hogy akkor nem kell keresni a refrént, hiszen az utolsó sorokat megismételjük, és kész a refrén, ami nálunk meg is történt tulajdonképpen, úgyhogy én gondoltam, hogy hát ebbe belevágunk, és hál' Istennek az utolsó sorok azok mind olyan sorok szerintem, amik lehetnének tulajdonképpen 1, 2, 3, 4, 5 versszak, tehát 5 különböző popsláger refrényei lehetnének, teljesen függetlenül egymástól, tehát mind nagyon olyan ismételhető sorok. Ez volt az egyik. A másik, a munka az úgy folyt, hogy mondtam az Ábelnak, hogy mutattam ugye ezeket a zenéket, és akkor mondtam neki, hogy akkor jó, ez próbáljunk valami bluesosat. A bluesos nem annyira jött be, meg nagyon egyszerű volt, és akkor az Ábel megtalált ezt a basszus sort, amit játszik is benne, ez a és akkor az Ábel játszotta a különböző meneteket, amik egymás mellett elképzelhetőek, azért figyelve arra, hogy az én pici harmonikámnak a hangterjedelmébe beleférjen, mert azért arra is kellett figyelni, tehát maradtunk az Ámolnál. Úgyhogy így nem rugaszkodtunk el messzire a Cseh Tamás és a Quimby és a Kistein zenekar feelingtől, de ez nem is baj, mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez volt nekem a zenei táptalaj. És aztán akkor elkezdtem ráénekelni, akkor az Ábel játszott, akkor mondtam, hogy figyelj, akkor mi lenne, hogyha ez ne lenne ilyen gyors, mi lenne, hogyha picit lelassítanánk, mi lenne, ha ide raknánk, oda raknánk, odapakolnánk, és végül a valódi utolsó verzió az itt született meg pár órával ezelőtt, akkor találtuk ugyanis ki a modulációban az átkötéseket. Tehát azt nagyon szerettem volna például, hogy legyen benne ez a bűvölten állt az utca, hogy legyen benne egy kicsit egy ilyen hátborzongatóbb rész, és ott viszont teret engedtem Ábelnak, hogy amit tanult összhangzattanon, akkor azt rakja bele, és ebből a 2 egyszerű akkordból hozzon ki valamit zeneileg. És mi volt az első kép, az első sor, az első szó, ami dallamot kapott? Abszolút az elején kezdtük. Abszolút. Igazából ami a legkésőbb megszületett, az a jól működő refrén. Én valójában a dalokban most nem akarok még sokkal többet beszélni erről, hogy zenében mit szeretek, mindenkinek a magánügye, de valójában én a dalokban a refréneket nem szeretem, én a dalokban a verzéket szeretem. A refrén az a kötelező rész, amin át kell menni, és egyébként a verzék zeneileg is mindig izgalmasabbak, és nyilvánvalóan az született meg először, és azt is meg észrevettem, hogy erre az alapdallamra, tehát hogy nem kell nagyon variálni az alapdallamot, mert erre nagyon sokféleképpen, tehát igen, az első verzió, amit írtunk, az azért nem tetszett nekem, mert nagyon unalmas énekdallamok jutottak róla eszembe. És erről viszont nem. Erről kapásból ugrottak be a fejembe több és több, és hogyha most egy picit bátrabb lettem volna és gyakorlottabb, akkor biztos, hogy bizonyos helyeken egész más dallammal is tudtam volna modulálni,
mondjuk a második felében a versszakoknak. Azt én nagyon szerettem volna, de végül nem raktuk bele, hogy ott ilyen cuppogás legyen, mert alapvetően én arra gondoltam, hogy nem a nap dobott arancsókot egy munkáslány kezére, hanem Tóth Árpád, és egy órával később ért haza a feleségéhez, úgyhogy remélem ezt is sikerült átadnunk. Mi hárman, színész kollégák, ott ismertük meg egymást, hogy csináltunk egy előadást, aminek az a címe, hogy Kelet-nyugati pályaudvar, amit Cseh Tamás és Bereményi Géza monodrámái, illetve albumai alapján született. Ez nagyon-nagyon-nagyon közel áll a körúti hajnalhoz, ugyanis Budapestről szól, és a budapesti hát éjszakákról, hajnalokról és vergődésről. Egy érdekes korszakban, ami ki tudja, hogy lezárult-e a rendszerváltással. Kérdeznek újra, hogy pár év múlva hol lesz majd lakóhelyünk. Élünk majd itten, maradunk itten, egyszer majd tovább megyünk. Áltükröződve folyónak szélén, itt van a város ezrednek végén. Itt van a város, vagyunk lakói, az arcán siklik a víz. Az arcán siklik a víz. Kérdeznek újra, újra meg újra, te másik város lakó. Hogy itten élünk, mit is remélünk, hogy ebben mi is a jó. Hívjuk jobb híján, megint csak ennek, itt van a város, hív Budapestnek. Álcsorog itten folyónak szélén, az arcán siklik a víz. Az arcán siklik a víz. Itt van a város, folyóba bámul, az arcán siklik a víz. Az arcán siklik a víz. Ez volt egyébként a Budapest 2. A Budapest 1-et mindenki ismeri, úgyhogy ezt csak képzeljétek el. És van egy Budapest 3. Uram, vegye szemügyre a hidakat, és tekintse meg a járókelőket. Ém, ez az én városom, ólom füstből van itt, az embereknek a lelke. Szánad, de csak ingadozik, a saját súlyába veszve. Azt mondom, Budapest, Budapest, és ezzel még nem mondtam semmit. De én úgy vagyok a városomban, hogy a legszívesebben azt mondanám, hogy pénzt keresek, fogom, amin van, és megyek. Hello, város, öreg gyerek, megyek, benned megyek. Te benned, Budapest, Budapest, ahol azt mondják az utcán, minek futsz, minek loholsz te itt. Azt mondom, Budapest, 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 útközben gázolok, úgy lépek, túllépek magamon,
túllépek szavakon, túllépek mindenem, én mindenem, mindenem túl. Élek! Túlélek! Hello, ti szigorú férfiak! Miért is rángattok engemet? Miért faggattok engem, hogy ki vagyok? Vagyok, aki vagyok. Budapesten lakom! De benned Budapest, Budapest! Ahol az mondják az utcák, minek fész, minek rohansz te itt? Gyere, feküdj le mi hozzá! Ez nagyon régen nem játszottuk. Mikor játszottuk ezt utoljára? Élő közvetítésben live voltuk valamikor a Vígből. Januárban, igen. Cseh Tamás születésnapján januárban játszottuk utoljára, 22. és most itt. Na most én következek, itt egy kicsit fura lesz a helyzet, mert magamat fogom fölkonferálni. Ezért nem magamról fogok beszélni, hanem a versről. Mert én elkezdtem bele ásni magamat, ahogy ezt a versiker megtanította nekem, és elkezdtem benne furkálni, és hát képzeljétek el, hogy megnéztem, hogy ebben a versben vannak-e tárgyak. Ki tudja nekem megmondani, hogy hány tárgy van ebben a versben? Na jó, de milyen értelemben tárgy? Hát mondattani értelemben. Mondattani értelemben képzeljétek el, hogy mindössze 2 tárgy van ebben a versben. Ez az egyik a drága napfényt, a másik pedig az aranycsókot. És ez egy olyan kulcs volt nekem, ami tulajdonképpen az egész vers megzenésítésemet meghatározta, mert aztán elkezdtem kicsit így megvizsgálni a szöveget, és képzeljétek el, hogy akkoriban ez divat volt, Ady Endrénél főleg, de Tóth Árpád verseiben sokszor nagybetűvel vannak írva bizonyos szavak. És akkor néztem, hogy mik vannak nagybetűvel írva. És akkor egyszer csak azt találtam meg, hogy végtelen fény, nap, tulajdonképpen ezek vannak nagybetűvel, és a hang. És akkor aztán elkezdtem ezeket gyűjtögetni, hogy ezek mit csinálnak. Aztán rájöttem, hogy ez egy naphimnusz, amit itt írt nekünk Tóth Árpád, mert hogy a nap tevékenykedik benne először csak napocskaként, 100 napocska hult, utána napfényként, amit a drága napfényt, amit a sovány akász részegen teszi, utána nappalként, szintén nagybetűvel, és végül megérkezik az utolsó verszakban a nap. Ezzel párhuzamosan egyszer csak nagybetűvel van írva a fény. Tehát egy fény újongás, egy fény dicséret is van benne, ami olyan jelzőket kap, mint a napfény és a végtelen fény. És ennek ellentétjében megjelenik egyszer csak a hang nagybetűvel, ami azért nagybetű, mert a sor elején van, tehát nem véletlenül csak mellesleg nagybetűs, de a hang olyan jelzőket kap, hogy tompa, telt és földi. Tehát itt a fény nem földi. Mi volt a álszembe? A hang földi. Mi voltjával. És aztán azt fedeztem föl, hogy az első verszak és az utolsó verszak az tompa, lomha, szennyes, szürke, lassú, rosszkedvű, búg, kopott, bús, jajdul, és hasonló jelzőkkel illethetném. Míg szemben a középső 3 verszak, ami hirtelen 100 napocska hullik, szerteszét gurul a végtelen fény millióm karátja, bűvölt, részeg, zöld, tavaszi, színek, stb. És akkor ezen indultam el, és azt mondtam, hogy akkor itt van egy ellentét. Van 2 földi verszakunk, az első és az utolsó, és van közte egy égi naphimnusz, amiben majd meglátjuk, hogy szökik be az égi fény.
Azért beszéltem erről ennyit, hogy most így képzeljétek el a tökéletes MERSZ megzenésítést ennek tükrében, és soha nem voltam ilyen jó, mint amit most elképzeltetek. És akkor egyébként pedig megpróbálom. Szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék, felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinek, rossz kedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég, váratlan zsarátja. Minden üvegre száz napocska húcs, az aszfalt szennyén szerte szétdurult a végtelen fény millió karátja. Bűvölten állt az utca egy sovány akác, részegen szitta be a drága napfény, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány, tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felett, csak a színek végpacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kell egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmerengtek. Villamos jajdult ki a térre, nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkás lány kezére.
nekem nagyon tetszett ez a megfejtésed az égi meg a földi verszakokról, és kíváncsi vagyok arra, hogy zeneileg, mert nyilvánvalóan ez két teljesen szétválasztható zenei dolog, melyik résznél volt-e inspirációd? Abszolút. Én nagyon sokáig ültem a vers fölött, tehát hogy nem tudtam elkezdeni, és amikor már kezembe vettem a gitárt, akkor is nagyon bajba voltam. És ahogy meséltetek ti is, hogy elkezdtem hallgatni, és egy egész éjszakát átjúgyugoztam, bevallom őszintén, és egyszer csak találtam egy TEDx-es videót, ahol két német faszi, két akusztikus gitárral játszik egy elképesztő fél órát. Tehát ez egy olyan TEDx, ahol nem beszélnek, hanem játszanak. És az eleje, azt mondtam, hogy ez egy nap felkelte. És azt mondtam, hogy egyszerűen ennél jobbat én nem tudok írni, úgyhogy azt ez az eleje, ezt ott onnan loptam. Aztán persze tovább kellett fejleszteni, mivel öt soros a versünk, úgyhogy belekerült még jó pár akkord. És onnan inspirálódott ez, és főleg az, hogy ez egy technózene, amit ők csinálnak két akusztikus gitáron, és az azért is tetszett, mert a hétköznapisága ennek a két verszaknak, amit mondtam, hogy ezek a valószínűleg az álmos viccék nem Beethovent hallgatnak a fülhallgatójukba. Én pont ezt szerettem, vagy erre szerettem volna rákérdezni, hogy ahogy hallottam, engedd meg, hogy gratuláljak ehhez a most így nyílt színen nekem bejött. Mondjuk az Andriséké is bejött, szóval igazából boldog vagyok, hogy három teljesen különböző dolgot csináltunk. Szóval valójában a challenge ilyen szempontból szerintem sikeres volt. Teljesítve. De hogy az lenne a kérdésem, hogy nem hiányzott volna enneked, vagy nem fordult-e meg a fejedben, hogy a naphimnusz részt, ugye van az eleje, vége, hogy a közepén is valahogy pont ugye említetted ezt a techno irányt, hogy még jobban kibontsd valahogy, még bonyolítsd, vagy még földúzzazd, és utána essen vissza a végére. Nem tudom, hogy kinek hogy jött át, de nekem például pont, hogy ez okozta a meglepetést. Őszintén szólva, tehát, hogy akkor lemegyünk egyszerűbe. Tehát nem az, hogy még kijebb nyomjuk, följebb toljuk. Értem. Hanem, hogy visszavettem. Mert választhattad volna azt is, hogy mondjuk nem az akusztikus gitárodon játszol, hanem az elektromoson, és mondjuk valami effektet, vagy egy zengetőt, vagy nem tudom mit ráteszel, ami egy picit már elemeli, vagy más, mint egy puritán hangzás egy akusztikus gitárnál. Erre akartam rákérdezni, hogy miért pont erre esett a választásod, vagy volt ebbe valami tudatosság? Végül, ami a fő gondolat lett, az, hogy én megtaláltam magamat abszolút ebbe a versbe, és egy egészen konkrétan meg van nevezve, ez a sovány akác. És a részegen szívott be a drága napfényt. Abszolút. Lehetett érezni, hogy arra rátaláltál arra a mondatra. Egyébként én megmondom őszintén most, hogy mind a három dal elhangzott. Szinte biztosan hallottam, hogy ki milyen stílusú zenét fog csinálni. Szerintem ti is így vagytok ezzel, elég régóta ismerjük egymást. Viszont te ezzel a dallal nagyon megleptél engem, mert én számítottam rá, hogy zeneileg valami ilyen filozófia lesz felépítve, de arra nem számítottam, hogy a furuját, ugye a népi furuját úgy fogod használni, hogy igazából ez már sokkal inkább egy ilyen keleties japán és kína hangzás lett belőle, és arra se számítottam, hogy végén ez a dal eszméletlen megható lesz, és tulajdonképpen te, a Zoltán Áron úgy fog előadni a dalt, hogy a szöveg teljesen lényegtelen, mert a zenével átadja a teljes szöveget úgy, ahogy van. Hát az a lényeg ennek a versnek, hogy a szövege a zene, amit te is mondtál, és itt a szavak zenélnek, és nem csak a szavak zenélnek, hanem a szavak értelme zenél. És van egy zene benne, ami a szavaki, ami ez a vak volt a hajnal, tehát elképesztő zenei, de közben, hogyha az értelmüket nézel, az is összeáll egy kottává. És amikor és a Ákos kérdésre válaszol, amikor visszaveszek a fénynek földi hang még nem felelt résznél, hogy nem fokozom, az végül is azért lett bennem, mert ott jöttem rá, hogy ez a sovány akác, az nagyon tétova, és nagyon, nagyon csüggeteg és halovány, és ott kerültem be én a képbe, aki ilyenkor hajnalban már nagyon fáradt vagyok, és ujjonganék a napot látva, de
de már nincs erőm. És ezért átmegy egy belső titkos újongásba, ami talán ez a, és akkor ott jött be, hogy akkor oké, akkor a furúja lesz ez a belső hang, amiben tovább viszem azt az élményt, amit utána kiírtana belőlem egyébként a város zaja. És még egy fontos elementum hozzá, hogy megadatott nekem a lehetőség, hogy nyaraljak egy hetet Horvátországban. Remélem, hogy nem hoztam haza a delta vírust. Ott a nyaralás közben erre külön hangsúlyt fektettünk a kedvesemmel, hogy megnézzük a napfelkeltét. És hogy ennek van egy különleges érzete. És mert megpróbálom szóban visszaadni azt, amit végül is a zenébe próbáltam, nem tudom, hogy sikerült-e, hogy van egy furcsa állapot, amikor kimész napfelkeltét nézni, és nem úgy ér téged még ébren a napfelkeltet. Tehát az azt jelenti, hogy föl kell kelned 3:30-kor. És nagyon fáradt vagy, és még sötét van. És lejutsz a tengerpartra, mert nincs annyi pénzed, hogy tengerparti szállásod legyen, hogy könnyebb lenne. Lejutsz kocsival a tengerpartra, a sötétben, ott kicuccolsz a partra, vagy mégis kényelmes legyen, és várod. És nem tudod pontosan, hogy mikor fog kibukkanni, mert hiába írja meg a telefon, nem akkor fog. És várod, és egyre... Az a szerencsénk volt, hogy teljesen tiszta volt az ég, ami azt jelenti, hogy a tenger felett úgy kell föl ilyenkor a nap, hogy sötét van, és egyszer csak puk, fölkelt. És semmi ilyen pittymallás, meg színes felhők, hanem egyszer csak föl van. És az a szívdobogás, ami ebben benne van, és az az energia, amit ez ad, hogy hullafáradtan ott ülsz, de mégis teljes mértékben kipattan a szemed. Na, azt hiszem, hogy ez az újjöngás, amikor azt mondja egyszer csak a Tóth Árpád, hogy egyszerre. És ez volt, nekem ez volt a második felfedezésem, hogy ez az egyszerre két tűzfal között. És hogy ez az egyszerre az nagyon könnyen úgy értelmeződik, hogy egyszerre két tűzfal között, tehát hogy egyszerre két tűzfal között, aminek semmi értelme nincs. és tudtam, hogy akkor ezt úgy kell megzenésíteni, hogy ez kőkeményen elváljon. Tehát így született meg a dallamom tulajdonképpen itt, hogy egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti. És az tök jó, hogy még a bűvölten állt az utcára is timmel. Bűvölten állt az utca, egy soványokát. De a földi, a fények földi hang még nem felett, arra már nem stimmel. Ezért kénytelen voltam ott egy új dallamot behozni, úgyhogy ezért is fordulott egyet. Amúgy ez csodálatos, nekem az jutott eszembe így erről a három dalról, meg erről a versről is, és erre kíváncsi vagyok, hogy nektek valami ilyesmi jutott eszetekbe, hogy valójában mennyire könnyű és inspiratív dolog a napról írni, hogy valójában mi ugyanazok az ősemberek vagyunk, akik kijönnek a barlangból, és meglátják, és azt mondják, hogy ott van fent az Isten, a nap, vagy az akármi, és hogy ez egy mennyire könnyen inspiráló dolog művészileg erről énekelni, meg erről beszélni, nem? Tehát, hogy nem éreztem egy pillanatig se a próbában, és szerintem ti se azt a nyögvenyelést, hogy akkor ez hogyan is tehát, hogy érted? Abszolút, és nem véletlen, hogy a naphimnusz az egyik legősibb műfaj. És hogy előbb-utóbb minden költő ír egy ilyet. De közben meg az is van, hogy nyilván, hogyha más vers jön ki, akkor máshogy nyúlunk hozzá, de a lényege azért mégiscsak az, hogy valahogy kiderült, hogy ti meg én milyen vagyok, nem? Tehát, hogy ezen keresztül valahogy ez olyan, mint egy lakmuszpapír, egyáltalán az, hogy ki hogy nyúlt hozzá, és mi tényleg nem tudtuk, hogy ki hogy dolgozik, meg hogy kinek mi a lüktetése, hogy az Áron azt mondja, hogy elfárad a végére, én meg megyek föl, mint az állat. És ez tényleg így van. Tehát én 4-kor nekem még ilyen, nem tudom, így bekapcsol a Nitro, és akkor mint a Knight Rider, így, akkor még elindulok, és akkor már így nem tudom, akkor 11-ig még úgy visszalendület. Nem tudom, az Andriséknek egyáltalán, hogy ők ketten csinálják, szóval ez is ilyen emblematikus. Amúgy ehhez mondani szeretnék egy dolgot, hogy én miért azon kívül, hogy az Ábel jól játszik gitáron, miért szerettem volna vele csinálni ezt a dolgot, mert bár emlékeim vannak arról, hogy milyen hajnalba hazamenni, de igazából most már olyan ember vagyok, aki inkább felkel a nappal. Részben azért, mert kutyám és macskám is van, már ne, és a munkám is most olyan így,
hogy korán kelek, és kellett nekem egy ember, aki még abban az életkorban van, amikor a nappal megy haza. Akkor kihasználtad az öcsédet? Ki? Én ezt a kettőt szerettem volna összerakni, és szerintem ez így működőképes volt. És úgy hallom, hogy már a harangok is felderengtek. Ez azt jelenti, hogy lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet. Nagyon-nagyon jó volt így ilyen érdeklődő és támogató tekintetek előtt túlesni ezen a kihíváson. Ezt majd ti döntsétek el, hogy accepted vagy nem. Bocsánat, a challenge. Kérdezzük meg. Accepted? Accepted? Köszönjük szépen. Köszönjük.